Egy bizony, de mit tudom én, de mert le. Dobri večer, népetki, úgy bizony, dáú. Das ist dáú, 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 dáú. Dobri večer, úgy bizony, dá, dá. Egy kis nyers hús, nyers hús, nyers hús. Szevasztok, úgy bizony, mit tudom én, nagybaú. Mint már csígértem, ugye? Nagyban, mint ahogy már ígértem, az 50 000 föliratkozott, 50 000 rajongót, 50 000 nézőt, 50 000 nézőt, egy ünnepi, most az ebédből vacsora lett, föl akarom én, tehát meg akarom köszönni, hogy nagybaú, a 8 éves, rutyugos pályafutásomat nagyba, hogy végigkövették, most már 8. éve nagyba, örülök, hogy taníthattam. Én is tanultam egyébként nagyon sokat a tanítványoktól, stb. Tehát köszönöm szépen, nagyba ú, kis ünnepi, kis ízé vagy ünnepi vacsora. Egy kis jó kis csárgussabb a szertet, meg ilyen ízéből. 6%-os. 6%-os. Meg nyers hús. Ködvencem, ünnepi vacsora. Vettem pár szelet nyers húst. A húst csak nyersen eszi a bar. Na. Nagybaú, tehát köszönhet nagybá, hogy végigkísértétek az eddigi Bartos Ista életutat. Közben fölbontam ezt a jó kis sárgust. Na, darogja. Jobban csúszik így a nyers hús és a papír. Na, úgyhogy nagyban egyébként csak ez egy ilyen beköszönő csile jó volt. De remélem, hogy ez ilyen adok-kapok filozófia. Én születettem, a népet együtt tanítottam, de egyet el kell mondanom. Hogy úgybár mostan pár év elteltével, pár évvel buli van a szabad strandon velünk együtt tombol a nyár. Hát most nem tombol a nyár, tombul a... Hát egyébként állónak a faszat egyébként, nagyban egyébként azt mondják, hogy jaj, micsoda tél van, meg öreg anyámnak a picsája, meg stb. Nincsen egyébként kemény tél. Itt legalábbis abban a térségben még egy jó pofa hó nem esett az idén, bazd meg le. Körülbelül egyébként ilyen mennyi, kb. Így ekkora, talán egy ekkorka hó esett, meg mostan állít a gizé, mi a lófasz? Ilyen
jeges esőt, mondd meg ilyen, és már január vége van, akkor milyen ízérű beszélünk így kemény térű. A február állítólag egy lófasz lesz, úgyhogy gyakorlatilag egy nagy határ szarmóta tér. És én pedig itt vagyok egyébként a hidegben, meg mit tudom én, és akkor is ezt mondom, hogy egy szar tér volt az meg. Februárban legalább egyébként egy hétig kellene havazni, egy bévallom. A szántóföldeknek, meg mindennek nagyon jó egyébként a hó, hogyha esik. Ho-ho-ho-ho-ho! Kiraktam egyébként pár régi képemet. Az egyik az körülbelül jó 10 évvel ezelőtt készított, akkor 10 éve, több, 12, akkor még nem volt meg a haj tetoválása. Tehát ez a tetoválás nem volt a fejem. Többi pedig így pár évvel ezelőtt, az egyiknél nyers hústesek, nyers májat, sertésmájat, a másiknál pedig egy tyúk fejet. De. Az egésznek a lényege, hogy tehát a hótakaró az köll a mezőgazdaságnak. Tehát gyakorlatilag egyébként megmondom, hogy miért. Mert ugyanis az a legnagyobb baj, basszátok meg, hogyha nem pusztulnak el a férgek akkor. Mit tudom én, belevetik a kukoricát, stb. Tehát köllenek a mínusz 20 fokok. Mert tehát a mezőgazdaságnak köllenek egyébként a mínusz 20 fokok. Én nem tudom, lehet, hogy a hegyekbe lehet, hogy egyébként vannak ilyen ízék, goromba telek, hegyekbe, vagy hegyvidéki részletekbe, stb. Itt nincs. Tehát ez lónak a fasza van meg. Ha? Az nem tér. Én egyébként annyit mondok, bazd meg, az apám is egyébként ezt mondta, nagybabú, nyáron legyen nyár, télen legyen tél. Na akkoriba, amikor ő fölnőtt, az 1850, vagy 1800, az 50-es, 1950-es években. Akkor voltak telek, bazd meg. Tá. Igazán zigulájában tényleg egy jó pofa hóesés nincsen, meg semmi jó. Nekem még a gyerekkoromban még voltak igazi telek, bazd meg. Dodog-e? De. Finom. De. Akkor még voltak telek. Most ez már nem tér. Na, tehát akkor visszatérve egy adó arra az nagybaú. Hogy. Tehát. Köszönöm nagy. Köszönöm. Köszönet a sok-sok mindenért. Köszönet az elmúlt évekért. Köszönet, hogy nagyon sokan a Bartosizmust, a Bartos csatornát, csidejókat választották. És majd egyébként, ja igen, és ezt egyébként mondom, ki is vannak írva nagyba most már ezek a ízék, csatornákra, stb. Hogy 18 év fölött ajánlott, tehát egy 18 évet betöltöttetnek, és ajánlott, és senkinek nem költ, tehát én már attól elpártultam, hogy mit tudom én, hogy mondjuk
Az ég adta egyvilágon, senkinek ezt nem kell utánozni, ezt az életmódot, nekem ez begyűjt, bevált, stb. Senkinek nem kell azt tennie, amit én eszek. Tehát nem kell se papírt tenni, se nyers húst, se üveget, semmit. Ez nekem ez így jó, így kerek nekem az életem, meg a világ. Nem kell utánozni. Ez egy a bartosista életforma, az egy bizonyos fajta szabadság. Tehát nem köt semmi, tehát nem köt ahhoz, hogy akkor polgári ételt tegyek, stb. Tehát ez egy ilyen kötetlen szabadság. Tehát ez a szabadság, hogy mit tudom, én azt teszek, amit akarok. Jó, ez azért körülött egy gyerekkortú beedződött gyomor. Stb. Na, ennyit akartam. Folytatom tovább az eszegetést, iszogatást, és közben köszönöm az 50 000 feliratkozott plusz, ez is plusz, a Bartos hivatalos ponton is egyre gyűnnek, de nem ez a lényeg, de legalább ez is lényeg azért, tehát egy mérföldkő az életembe. És a Bartos hivatalos pontnál is már majdnem 35 000-en vagyunk, bazd meg. Fasz a buckon, 50 000-et már elhagyta. Tehát elértem valamit az életbe, bazd meg. De. Szóval nem nagy különbség, mert mit tudom én, ezért én megdolgoztam, szerintem egyébként. De megdolgoztam, hogy ennyi ember a mindennapjaimba benne van, például a mindennapjaimat lefilmeztem, hogy hogyan élek, stb. Tanítások, stb. Tehát, hogy a mindennapokba benne vannak most már az emberek. A bartosista mindennapokban. Az ami. Úgyhogy ennyi. Köszönet, de. Na, ennyit akartam csak. Úgy bizony, de. Szeretek. Ja, a másik. Még amit el akartam így mondani. Hogy nincsen semmiféle olyan, mert mit tudja, hogy hová tűntél, hogy a héten, múlt héten miért nem raktam föl videókat, stb. Azért, mert dolgoztam és nem értem rá, tehát gyakorlatilag jövő héten, tehát mit tudja, fél hattól főkelek fél hatkor. Hazaérek fél hétre. A faszomnak nincs már kedve, bazd meg, 10-12 óra után. Ledolgozott munka után csirályokat készítgetni, stb. Tehát jövő héten nem tudom, hogy lesz-e csirályó. Lehet, biztos, hogy lesz, de lehet, hogy hétvégi. Lehet, hogy úgy gondolom, akkor hétközepén is. Mit tudom én. Tehát semmi ízé nincs. Na, ennyi. Ennyit akartam. Sziasztok. Úgy bizony, de. Csácsú mi hello. Sziasztok, viszontlátásra tesz.